Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Családi adó visszatérítés, több mint 4 milliárd forintot kaptak vissza az igénylők. Több milliós beruházások Dalmandon, a Magyar Falu program segíti a település fejlődését. Biztonságos óvoda lett a Pitypangovi, elnyerték az országos pályázat elismerő címét. Cigányhősök kiállítás, sokan vannak és példaértékűen éltek és alkottak. Eddig több mint 10 000-en részesültek adóvisszatérítésben, mondta el Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. Minden jogosultnak jár a támogatás, tehát akik elmulasztották december 31-éig a kiutaláshoz szükséges nyilatkozatot leadni, azok az SZIA bevallásban igényelhetik vissza az adót. Az országgyűlési képviselő hozzátette, február 14-éig 4 milliárd forintot kaptak vissza a családok a szekszárdi választókerületben. Befejeződött a családi adó visszatérítés első körének kiutalása. Február 14-éig több mint 610 milliárd forintot kaptak készhez a gyermeket nevelő szülők. Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy a körzetében több mint 10 000 fő részesült a támogatásban 4 milliárd forint értékben. Utóbbira azonban csak azok voltak jogosultak, akiknek az adóhivatal ismerte az utaláshoz szükséges adatait, vagy tavaly december 31-éig benyújtotta a nyilatkozatát. Sajnos több adózó 2021. december 31-éig nem nyilatkozott az adatainak a pontosításáról, ezért vannak, akik ezt nem kapták meg, de mindenki jogosult erre az adó visszatérítésre, így ez a fajta lehetőség senki számára nem fog elveszni. Akik elmulasztották leadni a nyilatkozatot, vagy akiknek a munkáltatója hibás adatokat adott meg az adóhivatalnak, ők az SZIA bevallásban igényelhetik vissza a pénzt. Tehát mindenki meg fogja kapni. A második kör az 2022. márciusától, de az SZIA bevallásukhoz képest legkésőbb 30 napon belül fogják megkapni a 2021-es adóvisszatérítésüket. Tolna megyében ez megközelítőleg 4 000 főt jelent még. Horváth István hozzátette, mindenre azért van lehetőség, mert a magyar gazdaság jól teljesít, így erről az összegről az állam le tud mondani, és meghagyja a családoknak. 13.261 új koronavírus megbetegedést igazoltak az elmúlt 3 napban, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.759.685 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 233 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 43.299-re emelkedett. 4.741 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.389.000-en kaptak. Tolna megyében 288 új fertőzöttet regisztráltak a hétvégén, ezzel 37.387-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Új tanyagondnoki buszt kapott Dalmand. A jármű beszerzésére az önkormányzat 15 millió forint pályázati forrást nyert a Magyar Falu program keretéből. Az ünnepélyes átadón részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki beszédében hangsúlyozta, a kormány 2019 óta összesen 230 milliárd forint támogatást osztott ki a Magyar Falu program segítségével a kistelepüléseknek. Dalmandon több fejlesztés is megvalósult az elnyert forrásoknak köszönhetően. Megérkezett az új tanyaggondnoki busz Dalmandra, amit az elmúlt években megvalósult Magyar Falu programon nyert fejlesztésekkel együtt ünnepélyesen adtak át. Stamné Juhász Luca, a település polgármestere elmondta, nagy hasznát látják majd az új járműnek. Nagyon-nagyon fontos számunkra a tanyagondnoki busz, és emiatt is mondtam azt, hogy nagyon-nagyon örültünk neki, mert 3 külterületünk van, tehát Dalmandhoz közigazgatásilag Új-Dalmand, Vörösegyháza és Alsó-Leperd is tartozik, ahonnan nagyon sok iskolás, alsótagozatos és óvodás gyermeket hozunk be. Szállít a tanyagondnokunk reggel és délután. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki elmondta,
Az ő körzetében lévő 58 településből 56 adhat be pályázatot a Magyar Falu programban, hiszen ezekben a falvakban 5000 főnél kevesebben élnek. Dalmand az elmúlt években több millió forintos állami támogatásból fejleszthetett. Például a járda építést fejeztek be 5 millió forinttal, illetve 5 millió forintból egy játszóteret újítottak meg még az ősszel, ez pedig 15 millió forintba került. A Kossuth utcának a felújítása márciusban történik meg, újabb 40 millió forintból, úgyhogy örülök annak, hogy az én körzetem is ennek a lehetőségnek köszönhetően szépen fejlődik. A Magyar Falu program 2019-ben indult, azóta az ország területén mintegy 23 ezer pályázat nyert, összesen 230 milliárd forint támogatást. 2022-ben újabb 70 milliárd forinttal támogatja a kormány a falvakat. Magyarország identitásához tartozik, hogy egy faluban ugyanolyan civilizációs, mértékű és színvonalú életet lehessen élni, mint egy városban, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, nem érdeke az országnak az, hogy feladjon egy olyan civilizációs örökséget, mint a magyar falu rendszer. Mindenkinek kell mentővet dobni. A kormány ezt tette az elmúlt években, és szeretnék ezt a jövőben is folytatni. Kiterjesztették a kamatstoppot. A kormány azzal indokolta döntését, hogy láthatóan egész Európa szenved az árak emelkedésétől. Vannak olyan uniós országok, ahol 10% felett jár az infláció. Magyarországon is ez lenne a helyzet, ha a kormány nem védené folyamatosan a családokat. A jelzálog alapú hitelek mellett a lakás célú pénzügyi leasing szerződésekre is kiterjeszti a kamatstoppot. Az intézkedés október végi szinten rögzíti a lakás célú leasing szerződések kamatait, hasonlóan a jelzálog hitelek esetében a bevezetett kamatstoppal. A márciusi leasingdíjak tehát már alacsonyabbak lesznek, mint a korábbiak, és abból a januári túlfizetést is jóváírják, tették hozzá. Kiemelték, a kamatstoppal eddig mintegy 500 000 család élhetett, a mostani intézkedés pedig több ezer családot érinthet. Idén eddig már 7 intézmény kapta meg a biztonságos óvoda elismerő címet Tolna megyében. Az országosan kiírt pályázat elsődleges célja, hogy a pedagógusok bevonásával minél alaposabban és szélesebb körben megismertessék a biztonságos közlekedés alapjait az óvodásokkal. A projektet 2016-ban indította útjára a Közlekedés Tudományi Intézet és az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága, amihez az évek során több mint 700 óvoda csatlakozott. Még 2016-ban indított pályázatot a Közlekedés Tudományi Intézet és az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága azzal a céllal, hogy felkészítsék az óvodásokat a biztonságos közlekedésre. A projekt a pedagógusok részére olyan szakmai támogatást is nyújtott, aminek segítségével a közlekedésbiztonsági ismereteket közérthető módon tudták átadni a középső és nagycsoportos korú óvodás gyerekek számára. 2021-ben kiírt pályázatra országos szinten számos intézmény jelentkezett. Tolna megye is csatlakozott ehhez a programhoz, amelynek elsődleges célja az, hogy már óvodáskorban tanítsuk meg a gyerekeket a biztonságos közlekedésre, és ez a mindennapi nevelésükbe is beivódjon. A program keretében az óvodapedagógusok rendszeresen képzéseken vehetnek részt, és azok az óvodák, amelyeknek pedagógusai ezeket a programokat elsajátították, a biztonságos óvodatábláját kapják meg, melyet kihelyezhetnek saját óvodájukra. 2021-ben Tolna megyéből összesen 7 óvoda csatlakozott ehhez a programhoz, köztük a tolnai Pittypang óvoda is. Badics Linda telephelyvezető kezdeményezésére csatlakoztak a pályázathoz, aki elmondta, hogy egy kolléganőjével közösen elvégezték a projekthez szükséges képzést. Az általános felmérő után egy kinti és 2 benti feladatkört kellett elvégeztetni a gyerekekkel, minél részletesebben átadni számukra az új információkat. Miután ezeket a játékokat elvégeztük, fényképekkel dokumentáltuk, amiket az Országos Rendőrfőkapitányság felé továbbítanunk kellett, utána ismételten el kellett végezzük velük ezt az általános tudásszint felmérőt, hogy honnan, hová jutottunk el a gyerekekkel. És a végére tényleg egy olyan pozitív visszacsatolást kaptunk, hogy fejlődtek nagyon sokat, és egyre színesebb lett az ismeretük ebben ezen a téren. A biztonságos óvoda elismerő címet Bótáné Kis Gabriella, rendőr alezredes, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának balesetmegelőzési előadója és a Tolna megyei balesetmegelőzési bizottságának titkára a napokban adta át az intézmények képviselőinek.
Orbán Viktor a kormány gazdasági programjáról beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Ennek során kiemelte, hogy vannak olyan csoportok, amelyek esetében az adók már jóval az uniós átlag alá kerültek. Itt példaként a 25 év alattiakat és a sok gyermekeseket említette. Hozzátette azonban, hogy vannak olyanok, akik ezekből a jövedelemadó kedvezményekből eddig kimaradtak, a gyermektelenek. Konkrét részleteket nem említett, csak annyit mondott el, hogy itt még be kell avatkozni adócsökkentés formájában. Ennek kereteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött új megállapodásban rögzítik. Kevés szó esik a magyar cigányság kiemelkedő személyiségeiről, akik hősiességükkel, kulturális, művészeti vagy közösségszervező teljesítményükkel a magyar nemzeti egész számára mutatnak példát. A Terrorháza Múzeum szervezésében indult kiállítássorozat őket helyezi a központba. A tárlókon a magyar cigányság olyan alakjai jelennek meg, akik életükkel példaként szolgáltak. Kökeny Tamás a Virtuózok zenei sorozat egyik győztese is játszott a roma hősöket bemutató kiállítás megnyitóján. A Terrorháza Múzeum és az intézményt fenntartó Közép-Kelet-Európai Történelmi és Társadalomkutatásért Alapítvány elkötelezett abban, hogy megemlékezzen a roma hősökről és felhívja a szélesebb közösség figyelmét a magyar romák helytállására. A magyar cigányok tevékenységükkel és önszerveződésükkel, a cigányügyek felkarolásával, közösségeik felemelésével, tanulásuk és munkahelyhez jutásuk megszervezésével, művészetükkel, közösségüket és a magyarságot egyaránt szolgálták. Ennek az a lényege, hogy megmutatjuk a közösségnek, az egész szexádi közösségnek, romáknak és nem romáknak egyaránt, hogy kik azok a közös hőseink, akikre mi felnézhetünk Magyarországon. Ugyanis azt tudni kell, hogy amikor kemény helyzetek voltak Magyarországon, akkor a romák a számarányukhoz képest nagyobb arányban reprezentálták magukat, például a kommunisták elleni harcban az 56-os felkerés idején. A kiállítás összesen 33 tablóból áll. Oldalain egy-egy az 1956-os forradalom és szabadságharc és az 1989-90-es rendszerváltás során fontos szerepet betöltő roma hősportréja jelenik meg, rövid életrajzi ismertetéssel. A magyar történetírás említ számos hőst, például 1956 kapcsán is, csak nem teszik hozzá, hogy roma származásúak, mondta a kutató Pogrányi Lovas Miklós. Ez a 30 név, akit itt most kiállítunk és megmutatunk, ők tulajdonképpen csak egy névsornak a kezdete, ez egy hosszabb eseménysorozat lesz, és ehelyen azt is megemlíteném, hogy már 10 éve tart ez a rendezvény sorozat. A kiállított tablók egy héten át láthatóak a Vosinszky-Mór megyei múzeum előtti téren. Újabb országgyűlési képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba Szekszárdon az elmúlt hétvégén. Tolna megye egyes számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsága ülést tartott vasárnap, ahol a beérkezett ajánlóívek átvizsgálása után nyilvántartásba vették a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltjét, Papp Tamást is. Így Horváth István és Harangozó Tamás mellett, akik már első nap leadták a szükséges 500 aláírás többszörösét, már biztos, hogy a Mi Hazánk Mozgalom is képviselteti magát az országgyűlési képviselőválasztáson. Az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter már november óta járja az országot. A választókörzetek több mint felében sikerült már kampányolnia országjárása során. A hétvégi körútjának egyik helyszíne Dombóvár volt, ahol többek között a nyugdíjrendszer lehetséges változtatásairól is szót ejtett az ellenzéki miniszterelnök jelölt. Dombóváron a régi mozi épülete előtt gyűltek össze az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter beszéde iránt érdeklődők. Hódmezővásárhely polgármestere elsőként a helyszínen jelenlevő nyugdíjasokhoz szólt. Azoknak azt mondjuk, hogy egy olyan rugalmas nyugdíjbevonulási rendszert fogunk bevezetni, ahol nem csak a nők 40 marad meg, hanem akár a férfiak is elmehetnek 40 évesen, vagy éppen tovább is dolgozhat. Természetesen, aki tovább dolgozik, magasabb nyugdíjra lesz jogosult. Márki-Zay Péter beszélében nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy szerinte ő vidékiként a Budapesttől távol élők szószólója tudna lenni a parlamentben. Vidékiként, volt polgármesterként, mi sokkal inkább fogjuk képviselni az önkormányzatiságot és a vidéket is. Márki-Zay Péter nagyjából egy órán keresztül tartózkodott az Észak-Tolna megyei városban. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót.
Egyedülálló leletegyüttes 7. századi avarkori temetőt találtak Babarc közelében. Előbb érkezik a pollen szezon, már most érdemes készülni a védekezésre. Verekedés a falunapon, csoportban fegyverrel támadtak egymásra, miközben mások ugyanott szórakoztak. Összesen 161 objektumra találtak rá a régészek a Bói és Ivándárda között hamarosan megépülő M6-os autópálya nyomvonalán. A szakemberek különböző aranyból, illetve ezüstből készült használati tárgyakat, ékszereket és fegyvertartozékokat emeltek ki a földből. A most felfedezett 7. századi temető az avarkorban volt használatban, erről azonban semmilyen információ, feljegyzés nem szerepelt a régészeti ágazatban. Az egyedülálló leletegyüttest a Pécsi Csontvári Múzeumban mutatták be. Ezüst ivókürt, szívég, pohár, aranyérme, fülbevalók és még számos értékes lelet került elő a Babarci autópálya mérnökségi telep területén. 2020. augusztusa és 2021. januárja között végeztek itt feltárást a szakemberek. A régészeti kutatás 3 hektáros területen zajlott, összesen 161 objektumra találtak rá a Janus Pannonius Múzeum munkatársai. Ezeket a régiségeket mutatták be ünnepélyes keretek között Pécsett a Csontvári Múzeumban. Az eseményen részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki elmondta, hogy létrehozták a Nemzeti Régészeti Intézetet. El Simon László hozzátette, hogy az intézmény tagjai a pécsi kollégák is, akik egy eddig rejtett lelet együttest tártak fel. Ez a mai alkalom pont arra mutat rá, hogy lám teljesen ismeretlen, korábban nem detektált, régészeti dokumentációban nem rögzített, régészeti topográfiában fel nem tüntetett. Magyarország adatbázisaiban föl nem lelhető régészeti lelőhely kerül elő, méghozzá olyan, amely világszínvonalú. A régészek ugyanis egy 7. századi avarkori temetőt találtak a föld alatt. Ez Baranya megye most ismert leggazdagabb temetője, amelyet a népvándorlás korára datálnak a szakemberek. Az ásatást egyébként az épülő M6-os autópálya új szakasza miatt kezdhették el az archeológusok. Ezzel kapcsolatban Santa Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár emlékeztetett, a kormány célja az, hogy néhány év múlva minden településről 30 perc alatt eljuthassanak az utazók egy négysávos útra. Ebben valamint a megye és Horvátország közötti közlekedésben is nagy szerepet játszik majd a készülő autópálya szakasz. Az M6-os Bói Ivándárda szakaszának fejlesztése az javítja a közlekedési feltételeket Dél-Baranyában, a Dunamenti és a Mohácsi térségben, és beköti Villányt a hazai és a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba. A külön szintű csomópontok létesítésével pedig a környező települések becsatlakozása is megvalósul, ott is jelentősen javulhat az életminőség. A kivitelezés helyén talált régészeti leletegyüttest ezután a Janus Pannonius Múzeumban helyezik el, de később a különleges darabokból egy kisebb kiállítást is terveznek Budapesten, hogy minél többen megismerik az ország alatt rejlő kincseket. A megszokottnál pár héttel korábban már virágzik például a mogyoró és az éger, emiatt előbb kezdődik a pollen szezon is. Az arra érzékenyeknél orrfújás, ordugulás, szempirosodás is előfordulhat, ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni. Egészen biztos, hogy a plusz 12-13 fokok ennek segítettek. Tehát a kecskefűzőn ezek a barkák megjelentek, tehát gyakorlatilag már virágzik. Korábban húsvét előtt pár héttel lehetett barkát látni, de idén már február közepén megjelentek. Az éger, a nyírfa és a mogyoró is szórja már pollenjét Somogy megyében, mondja a növényvédő szakmérnök. Nem volt csikorgó tél, nem volt nagy hideg, mínusz 15-20 fokok nem voltak, és egy jó két héttel szerintem előbbre van. Ha hozzányúlunk, megrázunk egy kicsit, akkor a fehér, finom, puderszerű virágporra száll. A szakember kiemelte, a növények követik a hőmérséklet változást. Látjuk, most sem volt igazi tél, attól tartunk, hogy hirtelen most lesz egy kis rövid tavasz, és akkor beköszönt a nyár. Tehát mindenképp ez a globális időjárás változásnak az oka. Ezek, hogy korábban virágoznak ezek a növények. Allergiás tünetek nem csak a most virágzó növények közelében lehetnek, hiszen ezek pollenjét akár kilométerekre is elviszi a szél. Bár a most virágzó növények kevésbé okoznak súlyos panaszokat, mint mondjuk a nyári fűfélék, de most is előfordulnak már allergiás panaszok. A szemviszketés, a tüsszögés és a köhögés is pollenallergiás tünet lehet.
az allergiás nátha leggyakoribb is igazából kötelező tünete az orrfolyás, az ezzel együtt járó ordugulás és orrviszketés. Hogyha ezek így jelen vannak, akkor arra mindenképpen gondolni kell, hogy ez bizony a szénanáthának a tünete. A pollen szezon csúcsa nyáron, a fűfélék így a többi között a parlagfű virágzása idején várható. Csoportosan felfegyverkezve nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntette és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Szigetvári járási ügyészség. Egy nő és 6 férfi ellen tették ezt, akik 2020 őszén egy falunapon verekedtek össze. A többszörösen minősülő garázdaság büntettének büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Egy Szigetvár környéki falunapon rögzítette a biztonsági kamera ezeket a képsorokat. Azt nem árult el az ügyészségi szóvivő, pontosan melyik településen alakult ki ez az utcai verekedés. Az előzmény az volt, hogy az egyik ittas állapotban lévő elkövető felment a színpadra táncolni. Testvér és egy másik vádlott szólt, hogy jöjjön le, amire válaszol a férfi testvérét arcon ütötte. Ezt a másik vádlott szóvá tette, veszekedni kezdtek, ami dulakodássá fajult. A verekedőket ekkor még szét tudták választani. Ezt követően az ittas férfi az önkormányzati épület előtt már az utcai részen egy másik vádlottal került szóváltásba. Ezen alkalommal verekedés alakult ki a vádlottak között, ebben mások is bekapcsolódtak, többen falécekkel bántalmazták egymást. A verekedésben részt vett az egyik vádlott házaspár kiskorú gyermeke is. 3 vádlott könnyű fejsérüléseket szenvedett, a gyermek a karján és a lábán sérült meg. A verekedésnek a rendőrök érkezése vetett véget. A többszörösen minősülő garázdaság büntetének a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség büntető végzés meghozatalára tett indítványt a Szigetvári járás bíróságnak. Ez azt jelenti, hogy tárgyalás nélkül zárhatják le az eljárást. A vádlottak egyébként beismerték tettüket. Végül nézzük Főpolna megyei híreinket még egyszer röviden. Családi adó visszatérítés, több mint 4 milliárd forintot kaptak vissza az igénylők. Több milliós beruházások Dalmandon, a Magyar Falu program segíti a település fejlődését. Biztonságos óvoda lett a Pitypangovi, elnyerték az országos pályázat elismerő címét. Cigányhősök kiállítás, sokan vannak és példaértékűen éltek és alkottak. Kedden erős, viharos északnyugati szél fúj és napos, illetve változóan felhős időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve előfordulhatnak gyenge záporok. Éjszaka fagypont közelébe hűl a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!